A kólai népkör 1868-ban alakult meg Szakácsi Sándor helyi plébános kezdeményezésére. A központ Vajdaság Művelődési Egyesületei között rangidős, mostani székhelyére 1870 nyarán költözött. Az épület az idők folyamán több felújításon ment át, de a legjelentősebb építkezése az elmúlt két évben került sor. A népkör a helyi magyarság második otthona, a mai napig közkedvelt gyülekező és szórakozó helye a kólai és a községbeli magyarságnak. A felújítást a 2017-es évben kezdtük el, felújítottuk a tetőt, kialakítottuk a tető alatti részt, és természetesen felújítottuk a homlokzatot a népkörnek és a belső részeket is a termekben. Hát ezt nem tudtuk befejezni, mert az emeleti rész az még nem kész. A konyha részt is szeretnék felújítani, hogy olyan legyen, ami megfelel a mai követelményeknek. Tehát ez egy olyan folyamat, amelyet bízunk benne, hogy az idejében meg tudjuk oldani, és a kólai népkörtagok számára és a kólai magyarság számára egy impozáns épület fog lenni. A felújítást a Magyar Nemzeti Tanács, a Betlem Gábor Alapítvány, a Tartományi Kisebbségi Titkárság és nem utolsó sorban, de a Kula önkormányzata is kivette részét a felújításba, és bízom benne, hogy még segítenek mi ezek a megemlített szervezetek az elkező időben is, hogy befejezzük ezt a munkát. Mit jelent maga ez az épület, illetve a népkör, mint egyesület a helybéli magyarság számára? Hát én az este is a beszédemben mondtam, hogy a népkör a kólai magyarság második otthona. Ezt így is gondolom, és biztos vagyok abban, hogy sok kólai magyar is ezt így látja, mert itt ez az épület, ahol össze tudunk jönni, ahol ápoljuk kultúránkat, hagyományainkat, és ami nagyon fontos, a gyerekeink is ide járnak. Büszkék vagyunk arra, hogy az elemiskolában tanuló gyerekeknek legalább 70-80%-a is aktívan részt vesz a népkör munkájában, ami magában ez a cél is, hogy átvigyük a hagyományokat, átvigyük azokat, amit mi tanultunk az őseinktől az utókornak. Az ünnepség alkalmából kézimunka kiállítást szerveztek a népkörben. A felújított épületben bemutatták a 150 éves a Kulai Népkör című kötetet, mely Vajdaság legrégebbi magyar művelődési egyesületének másfél évszázados történetét foglalja össze. A kötet teljes egészében tartalmazza a 140. jubileumra megjelent összefoglaló írást, mely a népkör tagjának a 90. évében járó Juhász András kutató munkájának gyümölcse. Az írott dokumentum nélkül a dolgok elvesznek, megszűnnek, és semmivé válnak. És Kula olyan helyiség, hogy itt rengeteg minden történik, és kultúr szempontjából nagyon magas szinten áll, és mindig is magas szinten állt. És kár volna ezt elveszteni, így megmarad, és az utókor is tud tájékozódni, hogy mi is történt az idős korában. Az elmúlt 10 év működését, munkáját Hugyik Karolina, kulai magyar tanárnő, a népkör tagja vetette papírra, gazdag képanyaggal illusztrálva. A bővített kiadásban szerepelnek a jelenlegi szakcsoportjaink bemutatása, tevékenységük, az elmúlt 10 évben való vendégszerepléseik, fellépéseik, valamint olyan dokumentumok, amik az népkör elmúlt 10 évében ugye változtak, történt változtatása az alapszabályzatban, azt tartalmazza a népkör ugye épületének a felújításának a folyamatát, a végeredményt, azokat az újabb rendezvényeket, amik ebben a 10 évben
kezdődtek, és hát ugye a régiek folytatásának az elmúlt 10 évbeli történetét. A könyvbemutatón Dudás Károly a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség tiszteletbeli elnökének Nem éltünk Gyöngy-szigeten című köteteivel is megismerkedhettek a jelenlevők. Dudás Károly a népkör nehéz időszakairól is beszélt, és arról, hogyan tudott fennmaradni a 90-es évek nehézségei közepette. Igen, én azt hiszem, hogy különös pillanat ez, különleges az én életemben is, hiszen több mint 3 évtizede kötődünk de Kúlához is. És annak idején itt elmondtam a tegnapi csodálatos szép ünnepségen is, hogy én annak idején írtam egy vezércikket, aminek az volt a címe, hogy a népkör mi vagyunk akkor, amikor a kúlai magyarság igen nagy bajma volt, és a kúlai népkör is akkor, hát én azt hiszem, aki kellett az egész Vajdaságban megmozdult, és jöttünk közösen vívni a harcunkat a kúlai népkörért, és lám mi van, a kúlai népkör megmaradta, a kúlai magyarságnak megmaradta, a délvidéki magyarságnak. Én egyike vagyok azoknak, akik a Művelődési Szövetség elnökeként és a VMS elnökségi tagjaként itt voltam, és kevesen vagyunk már, akik a helyiekkel együtt védtük ezt a kulát. És hagyd mondjam el, hogy most már lehet erről beszélni, ugye a Milosevicsi szörnyű időkben, hogy lehallgattak természetesen bennünket, és én mondtam, hogy ha nincs más, akkor kimegyünk az utcára, és polgári engedetlenséggel tiltakozunk, és hát úgy látszik, hogy megrettentek, és akkor megenyhült a dolog, de hát igazán én azt hiszem, hogy a kulai magyarság érdeme, hogy megmaradt a népkör a kulai magyarságnak, és megmaradt az egész délvidéki magyarságnak, és azért mondom, hogy azért fontos az én számomra, hiszen az én könyvem a Nem éltünk Gyöngy-szigeten, mert nem éltünk Gyöngy-szigeten, a kúlai magyarságról is szól, és ezekről a harcokról is. Ha nem szeret, vigyék el katonának, várja leszek én az árva madárnak. A rendezvényen énekszóból sem volt hiány. A jubileum alkalmából kórus találkozót szerveztek a helyiek. Sárga pikét a szoknyán, úgy ne babán illik rám, ne illik. Holnap is ezt veszem rám, úgyse babám, mert szeret igazán. Ebből az alkalomból fölé van népkör 4 kórusa, tehát a Bartók Béla dalárda, aki nagymúlttal rendelkezik, ugyanis úgy nemrég ünnepelte fennállásának 120 éves évfordulóját, amit meg is ünnepeltünk. Azon kívül föllép a Bartók Béla kamarakórus, a Kantilén a női kórus és az Árvácska énekcsoport. Ők azok, akik a népdalokat tanulják, éneklik és fellépnek a Durindón. Ezen kívül meghívtuk nagyon kedves vendégeinket, ugye Kalocsával testvérváros vagyunk, és a Kalocsa Kamara kórus fellépett itt nálunk akkor is, amikor a népkör volt a kórus pódium házigazdája 2016. októberében. És azóta nem találkoztunk, hát most erre az alkalomra őket is nagy szeretettel meghívtuk. Ugyanakkor a Balatonkenesei énekcsoporttal már nagyon régen találkoztunk, és úgy gondoltuk, hogy ebből az alkalomból újból felveszük velük a kapcsolatot, folytatjuk a kapcsolatot, és nagy szeretettel elfogadták a meghívásunkat, és ők is itt vannak. Azon kívül megemlíteném a környékbeli magyar kórusokat, tehát a Cservenkai József Attila, a népdalköre, a Veprődi Kossuth Lajos Művelődés Egyesület népdalköre és a Perbászi Szirmai Károly népdalköre. Kula testvérvárosa, Kalocsa kamarakórusa, egyházi és világi művek, népdalfeldolgozások, spirituálék, kortárs szerzők komoly és könnyedebb műveivel kedveskedett a közönségnek. Romsics Imre, a Kalocsa kamarakórus tagja örömmel jár Kulára. A második alkalommal jár a Kalocsa kamarakórus Kulán, ugye először a templomba énekeltünk 2 esztendővel ezelőtt, és Valka Károly kérte, hogy erre az ünnepségre is érkezünk meg, amit nagy köszönettel fogadtunk, hiszen a kórusnak minden tagja nagyon szívesen gyűlmek Kulára. Úgyhogy 5 dalt hoztunk, ami
két kodálymű lesz, egy latin nyelvű mű, Wolf Péternek lesz egy műve, és a Kalákának egy érdekes rövidke, de egy érdekes hangzású nótájával fogja zárni a kórus ezt a műsort. Hogyan értékeli ezeket a határon átnyúló kapcsolatokat? Miért fontos ez az önök számára, hogy akár itt a Kulára eljöjjenek, vagy a kulaiak menjenek el önökhöz? Ez nehéz kérdés az én számomra, hiszen sok esztendővel ezelőtt éppen én jártam először Kulán, amikor javasoltuk ezt a kapcsolatfölvételt. Éppen a buszon fogalmaztam, hogy nagy a baj, hogy egy határon átkögyűni, hiszen ez a terület szervesen kapcsolódott Kalocsához a történelmi időben, hiszen a Kalocs Egyház megyének a része volt, és nagyon sokan vannak Kuláról és ezről a délvidéki területekről Kalocsán ma is olyan családok, akik a 19. századnak a második felébe, 20. századba érkeznek meg Kalocsára, hiszen a tanítóképzőbe tanulnak, a tanítók házában laknak, a gimnáziumban nagyon sokan vannak erre a területről, és hát én azt gondolom, hogy szoros mondhatni családi kapcsolat van Kalocsa és a délvidéki területek között így Kulával is, és ezért gondolom, hogy nagyon fontos, hogy fölvegyük ezeket a kapcsolatokat, és hát így, hogy egy határon átkörülni talán még nagyobb a segítség a számunkra, vagy lehet, hogy úgy kell fogalmazni, hogy a segítség a kulaiak számára, hiszen nekünk természetes, hogy magyarok vagyunk, és mikor eljövünk ide határon túlra az itteni magyarokhoz, akkor kapunk egy kis rálátást, hogy is kéne magyarnak lenni ebbe a világban. Magyarországi Balatonkenesei kórus népdalokat hozott Kulára, csak úgy, mint a környékbeli települések kórusai, dalkörei. Mi Veprődről érkeztünk, itt a szomszéd falu. Hát egy kis település, nagyon kevés magyar van már, sajnos. Népdalokkal lépünk föl, népdalkórus a miénk különben, de hát ma már csak 6 személy énekel. Népdalokat fogunk ma előadni, a kulaiakkal jó a kapcsolatunk, még ez a szerencse, hogy itt azért ugye van szakember, és ha éppen kell segítség, akkor hozzájuk fordulhatunk. Kulán a mai napig virágzik a kórus kultúra. Én a női kantiléna kórus tagja vagyok. Fontosnak tartom, mert az ének gyermekkorom óta énekelek, és a nagymamám az, aki vezeti az egész kórust, és belevette be a fiatal női kórusba, azért mert én is már idősebb lettem, és van hangom, és gondolom, szeretem ezt az egészet, az atmoszféra nagyon jó a fiatal nőkkel, meg nagyon jó el vagyunk, szórakozunk, énekelünk, kikapcsolódunk, el vagyunk így közösen az egész kórus, és nagyon jó ez az egész, hogy kikapcsolódjanak az asszonyok, akiket sokat dolgoznak, meg például én az iskolában ugye fejezem, és akkor ilyen kikapcsolódás ez az egész kórus. 150 év nem kevés év, és tényleg én is tagja vagyok már lassan 10 éve ennek az egész mindenki. Néptánccal kezdtem az egészet, most kórussal folytatom. Szerintem ez a kisvároskánknak egy nagy ilyen dicséret, meg nagy büszkeség, hogy ilyen az egyik a legöregebb népkör a Vajdaságban, és ez egy ilyen nagyon nagy büszkeség szerintem az egész városnak, és én is büszke vagyok, hogy tagja lehetek ennek az öreg, idősebb népkörnek. A népkörben működő 4 kórust Vendel Gyöngyi vezeti. Először is a magyarság összetartás az a legfontosabb,
és hát igyekszünk, hogy minél több tagot még megtartjunk, hogyha van lehetőség rá, mert mindig kevesebb és kevesebb a magyarság. Gyerekekkel foglalkoztam azelőtt, mint zeneszakos tanár, és most viszont itt a népkörben van 4 csoportom, az idősebbik Bartók Béla, vegyes kórus, és akkor abból, mivel nagyon hiány van a férfi hangokból, akkor a férfiakat megtartottuk, és a fiatalabb, a volt diákjaimat, akik már szintén hát felnőtt emberek, azok viszont csatlakoztak, és akkor csináltunk egy fiatalabb ilyen kamarakórust, és külön van még egy, a fiatalabb nőkből álló egy női kórusom, amellett van egy népi együttesem, az Árvácska, és hát ezekkel aktívan dolgozunk, igyekszünk mindenhol, hogy ott legyünk, ahol felhívást is kapunk, és eleget tenni a követelményeknek. Mire a legbüszkébbek? Hát büszkék vagyunk sok mindenre, most nem is tudom gyorsan valahogy mit is soroljak fel, de mondjuk el voltunk külföldön, onnan is mondjuk a kamarakórus elsőben, amikor voltunk Bielinen, akkor ott az egyik csoport arannyal, a másik ezüstéremmel jött vissza, úgyhogy szép sikereket értünk el. A helyi Petőfi Brigád általános iskola Allegro kórusa is fellépett a kórus találkozón. A kis csapat nemrégiben a magyarországi lakiteleki versenyen első díjban részesült Hevér Judit zenetanárnő vezetésével. Szívet lelket gyönyörködtető előadásokat vastagsal jutalmazta a nagyszámú közönség.